Sziasztok, újra Magyar vagyok. Megint csak a Farming Simulatorral fogunk foglalkozni, és szerintem folytassuk tovább a aratást. Így lassan már éjszakába hajlóan, már itt a játékban. Ebben a részben hát szeretném végre learatni ezt a kis táblácskát, és aztán pedig mutatok nektek majd valószínűleg egy kis csirke, illetve bárány ápolási tutoriált is, hogy így fogalmazok. Na, úgyhogy folytassuk is, most gyakorlatilag erre fogunk koncentrálni, hogy ezt minél hamarabb levágjuk ezt a részt. Hát ez a traktor szerintem közben mehet itt nyugodtan, illetve nem egyelőre, na, bocsánat. Nem? Hanem most aratunk ezerrel egy jó traktort, nem jó traktort, természetesen ő van közelebb, úgyhogy őt izítom be. Ó, tetszik ez a farmának, ez a jó öblös a beindítása. Na, úgyhogy mehetünk is. Úgyhogy ma csak ennyire gondoltam. Remélem, hogy bele fogunk férni így a, ez ugye 45 percben. Úgy, közben azért, hogy az ott, én ezt megcsinálom, bebaromálom. Aztán szerintem ő mehet is halukálni. Hoppá, bocsánat, nem kocsoltam le. Na, most már beröffent a gépezetünk. És akkor csináljunk egy boronállást. Minél hamarabb végezzünk. Ez kicsit későn tettem meg, egy picit szerintem ott a sebességen növelünk, 13 km per órára. Azzal szerintem már lehet valamit kezdeni, felemelni a boronát. Aztán valami most nagyon szépen be fog csapni a lecsóba itt a közepével. Na, ne! Szálló gyerekek. Hát ez egy baromi csúnya lesz, de ez van. Ez van, meg nem is biztos, hogy így a logikus. Nem biztos, hogy nem így a logikus. Meg így a profil biztos, hogy így csinálnák, de most. Hát nem profi traktorozik. Csak egy hobbi traktoros. Na, hát ez a traktor sem elég. Az egyébként ez a traktor sem a fordulásáról híres. Fordulék mint darab. Ja, ó, ezért már nem engedtük el, ugye? Aha. Bocsánat. Kicsit kapkodunk. Ha kapkodok, nem lehet is. Most már akkor. Akkor fordítottuk a trakit. Na, most egy kicsit azért van a húzok ezzel. Lassan nem megy a napocska is. Mondjuk el, nem mintha éjszaka nem lenne. Nem lehetne aratni. Van. Ahogy. Na és ez mindjárt mehet is a varázsba, ez a traki. Biztos leszünk.
És aztán pedig még egyébként lesz, vagy terveim szerint még fogunk magokat is vetni ebben a részben, amit ott eszembe az a vetni szó. Mégis nagyon bonyolult egy szó. Na, azt hiszem, hogy kész is vagyunk. Akkor most odafelé kell vinni az irányt. Ne. És akkor itt a szélén kimegyünk. Mert mégiscsak így a király, hogyha nem megyünk rá a frissebb Boronát földre. Úgy a Boronát visszateszük. És ismét megjelentek az aranypénzek. Hát ha valaki türelmes, akkor mind a százat felszedik. Felszedheti. Én most nem vagyok a türelmes fajta, és ott a... Oda... Ibacsokhoz leteszik a boronát. Jó. Na most egyelőre vele már nem számol, kicsit pihenjem, mert nagyon mocskosan néz ki. Jön az este, úgyhogy egy traktorra úgymond kevesebb lesz. Ja, jó éjszakát. És te most miért nem mész? Mert tele vagy. Hát, mondjuk akkor megértem, hogy miért nem mész tovább. Még az is lesz, hogy vállázásos lesz valamit a bal részben, úgy látom, hogy majd vállázni kell. Hogy aztán mivel fogjuk összeszedni, vagy hogyan, azt egyelőre nem tudom, mert nincs váll... De, csak vállázónk van, csak nincs hozzá szerintem se váll a villánk, mondjuk pénzünk az van, tehát eljönni. Na, akkor látunk most tovább, az tovább. A dolgokat úgy, hogy egyelőre a búzát azt beviszük. Azt nézem, hogy ez a... Az a traki vajon... Úgy látom, hogy nem nagyon akar húzik neki besározódni. Befordulunk és... Egy adag már lent is van. Szóval ha készen leszünk az aratással, akkor valószínűleg veszünk bárányt, bár ahhoz viszont kell víztartály, és majd a bárányoknak nekik igazából nincs szükségük sok mindenre, csak vízre, meg fűre, amit ugye már le tudunk használni, mert az előző adásban vettünk fűkaszát. Úgyhogy azt meg tudjuk csinálni már, illetve elvileg kukukat is vehetünk, és akkor a tojásokat is el lehet adni. Ugye vannak még érdekességek, majd arra is kitérek. Jó, mehetünk is. Hát, ja, úgy látom, hogy sűrűn fogunk fordulni. Nem akarok most még több eszközt venni egyelőre, valami traktort. Oda. Teletöltjük a puttonyát. Nem akarok venni. Jó a traktort, mert bőven van. Meg... tudnék is mit csinálni, csak most annyira nem akarom azt így most bemutatni, mert akkor itt össze-vissza lenne a videó, szóval próbálok most mindig egy dologra koncentrálni, azt végigvinni a videóba, és akkor utána pedig jöhet a következő fázis, ami még egy nem tudom melyik lesz egyébként, hogy vetünk-e, vagy inkább jószágokat veszünk. Na, tessék integetni egymásnak, ja? Van fent bőkösek. Kapcsoljuk be a lámpát most már, ha egyáltalán van lámpa.
Akkor biztos, hogy még van lámpája. Ah, van. Hogy lenne? Ott, hű, de jobb is. Traki gép ez. Egyébként a múltkor töltöttem le ezt a... ezt a... kocsit is. Fogalmam sincs, hogy autentikus vagy nem. De mondjuk annak néz ki. Egyébként hallhatjátok, egy kicsit be vagyok rekedve. Annak elkapott valami nyavaja. Úgyhogy azért sem nagyon tudtam a múlt héten jelentkezni, mert... hát esténként nem voltam annyira jól. És ami volt szabad időm, az pedig a nyilván családdal töltöttem, a gyerkőccel. Nem az asszonykámmal. Szóval... most azért is van egy pár nap kiesés a videók közül, de remélem, hogy videók között remélem, hogy most azért már tudok fel fogom menni itt a vonalat. Igen, és szerintem újra. Aha, újra tele is van, akkor ezt itt megállítjuk, és... ah, mehet. Mehet a fent traktorunk. Bocs, hát az már a... azt hiszem, hogy az a, már az igazság, hogy én azt szeretem, hogy koszolódnak a járművek. Tehát azok a járműveket, ezt a... mondjuk ezt már úgy néz ki, hogy gumia legalábbis kezd koszolódni, nem traktornak. De majd egyszer befogom valami jó kis piszkos munkába ezt a fent traktort, és akkor megnézem, hogy koszolódik-e. Ha nem, akkor... ha nem, akkor bizony valószínű, hogy majd másik traktor után fogok nyitni. Mert ezt a traktort már régen töltöttem le, úgyhogy a fene sem emlékszik, hogy ez most koszolódik-e vagy nem. Na, a Jóska Pista bácsi. Őt meg nem is tudom, hova tegyük. És bizony már este 8 óra kezd lenni. Jó, mondjuk jöjjön erre az oldalra. Lehet látni, hogy ez a farmalnak is a koszolódik a kereke. Magyar is lehet, hogy ilyen volt szegényke. Nem? De sem tudom, hogy mondjuk ez a pótkocsi koszolódik-e. A kereke az látható, van ugye. Majd meglátjuk. Na. Szerintem most mellé is állok majd a farmallal. A hosszú enyemelve, és akkor kiöntheti a lelkét. A farsítunk, jó, állj be! Én is beállok. Olyan kis hirtelen gyorsul. Kicsit nehéz. Hát, hogy egyszerű lenne, hogyha rátenném. Jó, na most. Akkor. Kicsit izgalmasabb, hogyha így csináljuk. Jó. Egyelőre hagyjuk, hogy megforduljon. A másik oldalt pedig lehet, hogy csatlakozik majd a fent. Vissza is húzzuk. Másik oldalra. Nem is, amíg ott megfordul, szerintem. Nem is tudok majd vele itt. Fent elfordulni. Hát úgy látom, hogy egyébként ez a pótkot is sem fog koszolódni. Hogy
emiatt is fogunk majd ki. Most jött. Tesszük. A kettős gombbal növelem a sebességet, de nem megyünk neki. Leveszek 10 km/h, ennyivel arat. Illetve még kevesebbel. Akkor 9 km-re ráteszük. 9 km/h, mondjuk itt egy kicsit most már bele kell húzni. Jó, maradjunk 10 km/h. Ne. Jó. Ő is visszamegy, bár mondjuk már 74%-on van, szóval lehet, hogy levártott volna. Hello, kislányom! Magamnak beszélek. Én most éppen magamnak beszélek, igen. Hát persze, hogy játszhatsz egy pillanat, drágám, jöhetsz az ölembe. Hát akkor ismét egy vendéget köszönhetünk itt körünkben, méghozzá Zsófi babát. Hoppá, bocsi. Hát most kicsim aratunk. Még mindig képzeld el. Tessék? Mit? Búzát aratunk most éppen. Megfordulunk. A kis piros trakival, látod? Ez az a kis fény. Aha. Mindjárt mellé állunk. A kombány mellé. Az ő meg ott hátul hívja. Ott hátul a másik traki várja, hogy menjen. Mellé állunk. Kocsi kicsit, csak nem látom tőled a gombokat, és most kellene. Kicsit, mert utol kéne érnie. Ez így jó, most jó. Na, kérem szépen, nyisd ki a az ürítő csövedet. És ürítsél, kérlek. Ne. Szuper. Bocsi. Mellé megy. Hát részeges ez a traktoros, hogy mi van bele? Na jó. Ezt tele is van, úgyhogy ki is üríthetjük. Juhú, mehetünk. Mindjárt lemegy a napocska, úgyhogy ezt gyorsan le kell aratnunk ezt a táblát. Úgyhogy most mindent bele traki, csak hát ez nem tud csak 25 km/h sebességgel menni, szóval nem egy Forma 1-es verseny. Jó, azért ne tapassuk le itt a maradék búzát. Mert ez kicsim alatt. Nem, bocsánat? Kicsit nehéz, hogy... Az lesz tanyánk. Tessék? Az ott fent. Igen, ott lesz fent, igen, szembe a tanyánk, úgyhogy most oda megyünk be. Azt a búzát oda viszük. Tűröm, csak egy kicsit gyorsabban kéne mennie, de hát ez a maximum sebesség. Szuper. És mindjárt bekanyarodunk. Hopp. Hopp. Micsket kicsim a szúnyog csípéshez? Ó, szegénykém. Na, válunk így. Ahogyne? Aranyban hát most igen, vannak aranyok, de most ezt nem kezdünk el. Ott van egy pont, igen, de most nem kezdünk el kicsim az aratás közepette aranyt keresni, mert akkor szegény kombányos bácsi nagyon ideges lesz, hogy hol vannak már itt a traktorok. Jó, most megyünk vissza. Oha. Na, mi a helyzet a földeken? Komoly, már jó, tovább is ment. Hát akkor lehet, hogy most ezzel fogunk úgy csinálni, hogy így. Ez John Deere. Nem, ez nem John Deere. Már melyik? A kék? A kombány? Nem, ez egy Forsyth. Na. Közben szerintem igaz, hogy ez nincs tele, de
Ezzel. Nem, itt szerintem megvárom. Megvárjuk a képet. Úgy az, hogy mindig erít. Jó. Ahogy ne. Hihú, megfordulunk. Jó, egyelőre itt megállunk. Jó, de feldagott a szúró csípés, te jó Isten. Háj! Na! Ekkora a kis bőröm. Jó, már nem sok van. Most ezt learatjuk, utána felgyorsítjuk majd kicsim az időt. Jó. Éjszaka apa nem szeret dolgozni, mert akkor nem fogok látni semmit. Mondjuk a lámpa. Hát mondjuk a lámpa, igen, de szerintem mindenki elmegy éjszak aludni, aztán hagyjuk, hogy leteljen az idő. Jó? Akkor szerintem jó. Ez egy bácsi, nagyon tetszik. Hát jó, de utána ő is el fog menni aludni. Bocsánat, most a Zsófi kezeli itt a kamerát, úgyhogy... És ő a kamera girl. Nem kameraman, hanem kamera girl. Nem, kicsit csak ahogy az egér tologatott jobbra-balra, akkor csinálj meg egy fotót. Mit szólsz hozzá, nézd? Pillanat? Melyikről csináljunk fotót? Erről a piszkos betyáról. Nem. Itt, amíg itt van, innen, így. Vagy erről, ahogy várja. Hű, már most éppen ne csináljunk fotót, mert most munka van. És csak mindjárt mehetünk is, megfordul a arató gép. Ahogy mi? Látom, milyen ügyesen megfordul. Meg az jó, hogy ez a fent traktor, ez jó gyors. Ez jó gyorsan meg fog fordulni nekünk. Állj be a sorba. Már egy kicsit akarod ott onnan, hogy lássam a hármas gombot. Nem, ezt itt kell megjönni, nagyon meg ott. Elő. Jó, de most már nem kell megnyomni. Most már oké. Okay. Látod? Jó, azt mondja, hogy... Mindjárt 100%-a lesz, és akkor mehetünk is. Csips, mehetünk is. Nyomhatjuk neki. Köszönjük szépen. Itt annyi tele van. És... Már ez legalább majdnem 40 km, sőt 40 km per órával száguldó a traktor. F betűvel nyomjunk, lassan már egy kell egy kanyar, pontosan, meg felkapcsoltam a lámpákat, hogy most már lássuk, mert mindjárt 8 óra van. Mármint a játékban. Nekünk vagy meg. Hát a játékban van 8 óra. Aha. Igen. Új! Ezt most elrontottam, bocsánat. Az a baj, hogy ilyen forgózsámolyossal nem tudok fordulni, nem tudok tolatni. Úgyhogy csak itt tudok kiürítani. Na. Győzzen csak forgózsámolyos. Ott egy gyarany. Igen, ott egy gyarany, de most ezt hagyjuk ott. Hogy fénylik az éjszakában, legalább megmutatja nekünk, hogy hova kell bejönni. Már pont a bejáratnál van, nézzük gyorsan, gyorsan, vissza. Tessék? Ez nem tud, 100 km/h. Hát kicsim, ez nem egy Forma 1-es autó. Az hódni el. Ott szakszolok ezek. Ó, nézd meg, is sokat ment ez a gép. Az. Oda, aha. Hajni. Már még nem, én csak pillanat, de nem sokáig lesz ez sem, úgyhogy... Hát ezt most már levágjuk kicsim, mert most már kevés. Mindjárt megvan. Ó, gyerünk ezzel, megyünk vissza. Hát ez nem egy gyors vonat.
Pedig olyan piros színe van majdnem, mint a Ferrari-nak, de nem tud olyan gyorsan menni, mint a Ferrari. Ők kiférünk ott mellette, szerinted? Ja. Kifértünk? Csak nehogy neki menjünk itt a kerítésnek. Tessék? Valamelyik gazda ijed. Igen, valamelyik gazda meg fog ijedni. Kibongálja őt a kerítés, és akkor szalad. Ne. És akkor... De éjszaka nem szedünk? Hát éjszaka nem szedünk. Hát éjszaka kell aranyot szedni kicsi, mert nappal munka van. Hogy ne? Kakasunk meg ott, nehogy a kerék ajánl, gyere, hé, te kakas. Átment a keréken. Iha. Micsoda, szellem kakas vagy mi ez? Éjszaka kukorékolni. Nem reggel kéne kukorékolni, te kakas. Na, már elközben nézzük itt, hogy aha. Bent traktorra oda megyünk, mert mindjárt tele van a puttonya a jó embernek. Legalábbis most már, hát a sárga villog volt, villog, aha, tele is van. Fordulás, igen, trafik a fordulás. Pont a lemenő nappal. Ahogy ne. Igen. Még fent van a pocska. Jé, ki sem jutottuk a izét, és úgy is működik, de jó. Tetejét. Ennek. Na. Jaj, majdnem a földbe szórta ezt a sok-sok értékes búzamagot. Jó. Most átmegyünk a másik oldalra. Ezek a kombányok zárnak. Esély? A kombányok meg ezek a traktorok. Aha, na most ezt visszaviszük, és már nem szerintem egy pár forduló, két-három forduló, és le is aratjuk a aratnyolót, és aztán utána már éjszaka lesz. Utána behozzuk a járműveket, jó? Majd ide a tanyaközpontba, hogy avukáljanak ők is. Mit szólsz hozzá? Na. Ja. Mindig dolgozni. Nem, nincs néz, ott mutatja. Látod azt a jobb oldalt, lent azt a sávot, ami megy. És közben számol. 2003, 2400, 2500, 2006, ő mutatja, hogy mennyire van tele a tartály. De ha beülünk, akkor itt is meg tudjuk nézni elvileg. De ott. Ott van felül. Az eget látni most. Hát akkor lehet, hogy nem tudjuk megnézni. De valami kombájnál meg le, igen. Ja, hogyha kinyitottuk volna a rostét, vagyis hát nem a rostét, hanem kinyitottuk volna a tetejét, akkor láthatnánk, hogy áll a... Az mindjárt megválasz, meg kell állítanom. Igen, egy kicsit. Nem tudom, ha ezzel megállítom, és nyomok neki egy X gombot. Hát akkor így kinyílik a teteje. Én meg szeretném. Jaj.
Azt én mit csináltam? Mit csináltam? Ennyi. Hát de merre megy ez? Hey. Azt hiszem, hogy már fáradt a kombájnos bácsi is. Na gyere vissza, barátom. Tolat, 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 tolat. Tolat, tolat. Tolat, nem tudom. Na. Mi tudna legyen, hogy áll. Jó. Megyek már, megyek. Nem vagyok. Aj, stop! Ugye olyan gyorsan nem menjünk, hogy... Na, ne. Na, ne. Na most álljunk meg itt egy kicsit, úgy. Így az éjszakalan, nem állunk. Jó, és akkor ezzel szerintem mehetünk is, mert ez már mindjárt tele van. Úgy, ne. Na, megyünk is. Már egy kicsit ne gyere nekem, mert... akkor beépítre a fülhallgatómat az agyamba. Ami nem biztos, hogy jó ötlet. Ó, kezd már koszosodni ez a gép is, így látom legalábbis a... a traktornak a kereke már kezd koszosodni. Mehetünk is vissza. Egy traktor. A másik traktor. Na, nem sokára vég, mert úgy nem sokára vége van kicsi. Mm. Hát már lehet, hogy ez az a traktor is elegendő lesz az én. Hát nem még szerintem, aha, de még szerintem kell a másik trak is. De szerintem ennek lesz még egy fuvarja, meg a másiknak is egy, és befejeztük az aratást. Aztán már csak bálát kell összeszedni. Meg majd mi kell még? Meg még a másik, amit eddig learadtunk és... megcsináltunk... földeket, ott kell majd... elvetni a magokat. Te magsádi van. Tessék? Magsa. Magsa. Hé, vegyünk már, ho, most mi van? Aj, rossz gombot nyomtam, vagy mi? Ah, bocsánat, egy kicsit most így nem találtam itt a gombokat, hogy a ölembe ül a kislányom. Nehezen találom meg a megfelelő gombokat. Ez is új. Igen, kicsim az is új. Na hát, miket fedezel fel a kicsim? Tessék? Nem, de azt ne piszkálj, kérlek. Csak megtalálta a kislányom az új kontrollert, amit nem rég vettem. Majd egyszer arról csinálok egy bemutatót, mert nagyon tetszik nekem. Na, mindjárt befejezzük az aratást. Aratásra. Jó, akkor őszak a fogjuk be. Nézzük, mellé megyünk, jó. Ja, de amúgy már itt az elembe kislányom, hát. Most munkavégzés folyik. Csúnya. Igen, nagyon feladod az kicsim, azt mondja valamit. Jó.
Hát ez még nincs tele, még szerintem egy forduló és akkor tere lesz. Lesz válaszol. Ó, kicsi, meg nagyon csúnyán feldagadt a színű csíp is. Na, még szerintem neki a traki, vagy a kombájnak is. Szerintem három forduló és kész. Na nézzük. Hát azt hiszem, hogy az már lehet, hogy bele fog férni, vagy nem? Hát szerintem még nem fog beleférni. Szerintem nem fog beleférni, még. Na majd meglátjuk. Szerintem ezt elviszem majd, amit most még teleteszünk. Aztán utána ez a traktor már ott is marad a tanyán. Jó? Az most már megérdemli, hogy pihenjen szerintem. Na. Na. Ó, ezt felét kiszórjuk, hé, hát ez nem jó hatékonyságú munka. Na jó. Ezt visszavisszük, addig azt le is aratja. És még... Látod, még éjszak előtt sikerült befejezni az aratást. Nem megyünk neki. Mi tetszik neked? Na és akkor most lesz az a pillanat, amikor felgyorsítjuk az időt, jó? 120 seres sebességgel. Úgyhogy szerintem mire elpakoljuk a szerszámokat és mindent bepakolunk, addigra szerintem le is fog menni a napocska. Hé, Zsuzsó, lassan. Aha. Na. Ide, leteszük ide. Ó, nem menjünk ki azért. Vége van. Nincs vége, most ezt elmegy alukálni. A másik. A másik mindjárt jön. De jó lesz, ha ide beteszem ezt a traktort. Jó. Jó. Na. Ó, szuper. Sik? Na, ezt most ki kell ülni, akkor ezt neki be kell kapcsolni a pénzszóróját, hogy lássunk is valamit. Juha, kezd nagyon sötét lenni, azt a jóságát, hogy besötétedett. Aja, oda néz. Ah, hát nem látok semmit. Ó, mindjárt neki megyek ebbe a sötétbe. Mert hogy ennyi is volt. Ha nem ennyi volt, van még abba. Csak mekkora sötét van, gyerekek? Segítség, valaki lássa már valamit. Áááá, nem látok semmit. Ah, jó.
Na most. Valamit látunk. Jó, most már kiürült. Úgyhogy tehetjük vissza. Úristen, de sötét van. Várj, azt mondja, üljünk bele hátra. Aha. Ha belülünk, azért jobban látunk, ugye? Jó. Csak aztán majd ne felejtsünk el bekanyarodni valahova. Hát te látsz? Én most látok. Majd szólj, hogyha lesz egy jobbra kanyar. Ah, megvan, itt van. Be fogunk itt férni. Be. Hát ugye most éjszaka van, úgyhogy én csak ide bepottyantom ezt a gépet, jó? Nem fogunk bánni vele, mert félek, hogy nem. Kicsi, vigyázzon bár. Valami növénykébe is belementünk. Hoppá, valami. Neki mentünk, de nem baj. Ő sötét van, te jó atyám. Na hát akkor menjünk, őt is tegyük haza. És mire visszaérünk, szerintem addigra már hajnalodni is fog az idő. És Zsófi, mi lenne, ha vennénk egy... Ha vennénk... Most! Mi? Most! Kanyar. Jó, most kanyar. Ja, köszi. Jaj, de jó, hogy szó. Még így is majdnem mellé mentem. Ha? Ahogy ne. Hoppá. Úgy látszik, nem most már hajnalodik. Na, nézzük meg, hogy mennyi búzánk is van. Az I betűvel hozhatjuk elő itt a dolgokat. Azt mondja, hogy hát búza a 168 ezer. Az azért szép, most nem érdemes semmit eladni, mert sehol sincs zöld nyíl. Jó, azt mondja, hogy akkor őt is leállítjuk, most egyelőre itt marad. Ó, és már lassan hajnalodik. Egyszerű. Most már legalább látni fogunk valamit. Most egy 5-5 sebességre beteszem. És most jön az, hogy veszünk egy... Tessék? Hajnalodik. Igen, és venni kell egy víztartályt. Azt mondja, hogy... Nem, az iszaptartályok. Egy, azt hiszem, hogy egyebeknél van. Ez is doktor. Igen, apá. Hát, azt mondja, hogy... Milyen azt mondja, hogy nem, autó, egyéb szerintem itt kell lenni. Azt mondja, hogy van egy ilyen, van egy, ez csak tejet fog nekünk szállítani. Kellene egy olyan, hogy amit vizet. Persze, kicsit. Vigyázz, vigyázz, vigyázz. Szóval veszünk egy kis vizet, vagy víztartályt, és... Hát van egy ilyen... Kéket? Jó, vagyunk egy ilyet. Jó? Úgy téma, ja, rosszat csináltam, rossz gombot nyomtam, szóval ezt vásárlás, és vásárlunk, kicsim, mit vásárlunk? Biztos. Tessék? Azt már megvásároltunk, vásárlunk